jön, az nem minden vásárló igényli. Csizmadia György az őstermelő igazolványát és a földhivatal igazolását mutatja. Ezekkel a papírokkal igazolhatja a gazda, hogy valóban saját termékeit árulja a piacon, és nem felvásárolta azokat. Városunkban az elmúlt hónapokban többször is ellenőrizték az őstermelők iratait és termékeit. A cél az, hogy kiszűrjék a csalókat, ezzel is javítva a becsületes gazdák helyzetét. A fokozott kontroll ellenére azonban egyre többször lehet hallani, hogy a viszonteladók őstermelőnek adják ki magukat, és a külföldről behozott termékeket hazaiként árusítják. Az őstermelőség mint egy olyan dolog, a szép és jó. Csak az nem jó, hogy emberek visszaélnek vele, és az őstermelőknek biztosított lehetőségeket megpróbálja kihasználni. Értve arra, amit mondottam az előbb, hogy felvásárolják a terméket, nagybani piacon vagy akár másutt, és akkor őstermelőként próbálják értékesíteni, és kereskedelmi tevékenységet folytatnak, ezáltal az őstermelőknek a dolgait lejáratják. Ma már vannak rendelkezések azzal kapcsolatban, hogy az őstermelők védelmére vizsgálatokat folytatnak. Itt a piacon is előfordult már az, hogy lefényképezték az asztalon lévő terméket, és utána kimentek leellenőrizni azt, hogy ténylegesen ő termelte meg azt a terméket, vagy sem. Ez helyes és jó dolog az őstermelők biztonsága érdekében. A DSTV által megkérdezett embereknek általában mindegy, hogy őstermelőtől vagy kereskedőtől vásárolnak. Számukra csak az a fontos, hogy jó minőségű magyar zöldséget és gyümölcsöt vegyenek. Csak a magyar, hát a magyar azért, mert ízletesebb, hogy igazi paprika, alma mondjuk Magyarországon terem. Hát mi azt vásároljuk, ha csak egy mód van rá. Azok a növényeket, amiket behoztak mondjuk külföldi országokból, Romániából, Bulgáriából, szabadföldi termesztésbe, vagy Lengyelországból, főleg most, amióta már szabad kereskedelem van, és mindenki hozzá viszi a termékét, hogy ezek a termékek sose fogják a versenyt fölvenni a magyar termékekkel. Túl jó véleményem nincs a külföldi termékekről, mert agyon permetezik meg, tiltott szereket használnak, ami az egészségre ártalmas, és hát én úgy vagyok vele, hogyha egy mód van rá, akkor csak magyart. Őstermelőnek az tekinthető, akinek adózási szempontból érvényes igazolványa van. A csalások kiszűrése érdekében a szakemberek azt is tervezik, hogy a papír helyett az őstermelők egy mikrocsippes igazolványt kapjanak, amelyen az összes adatuk szerepelne.